Több mint 100 biciklis részvételével zajlott Kézdivásárhelyen a Zöld Nap Egyesület, az Önkormányzati Sportiroda és a Sepsiszentgyörgyi Europe Direct Információs Központ által 8. alkalommal megszervezett kerékpáros felvonulás. A megmozdulással arra ösztönözték a lakosságot, hogy kombinálják a közlekedési módokat, hogy a felvonulást követő napokon minél többen válasszák a kerékpárt közlekedési eszközül. Pénteken délután nagy volt a nyüzsgés a Kézdivásárhelyi sportcsarnok melletti téren, ahol többnyire gyerekek és fiatalok várakoztak a kerékpáros menet indulására. Szép számmal lehetett látni olyan bicikliseket, akik a családjukkal készültek a felvonulásra. Az érkezők a regisztráció után felsorakoztak a menetet vezető rendőrségi járőre autó mögé, majd a biciklisek sora elindult a mintegy 3 kilométeres útszakaszon. Szokás szerint a városnak a fontosabb utcáit fogunk lassan áthaladni. Ugye célunk ezzel az, hogy megmutassuk a városlakóknak, hogy a biciklisek is pont olyan részei a forgalomnak, mint az autósok, vagy éppen a motorkerékpárosok, és ránk is kell figyelni, tehát ez is egy ugye, kerékpáros demonstráció, amikor megmutassuk magunkat. A kerékpáros csapat előbb a Nikolaj Bölcseszkó és Petőfi Sándor utcákon vonult végig, majd miután megkerülték a város főterét a Petőfi Sándor és a Dózsa György utcákon áthaladva, a Molnár Józsiás és a Béke utcákat érintve újra a főtérre tekertek, majd visszatértek az indulási helyre. A mobilitás hete és az Európai Autómentes Nap alkalmából megszervezett felvonulás a sportcsarnok mellett zárult. A nyilvántartásba vett résztvevők között kisebb ajándéktárgyakat sorsoltak ki, többen részvételi oklevelet vehettek át.